Kedves érzőink, műsorunk folytatásában Siklós Istvánnal láthatnak, hallhatnak beszélgetést. Megszokhatták már azt, hogy bizonyos időközönként megjelenünk itt a stúdióban, arról beszélgetve, hogy mi újság a városban, és hát van újság a városban több szempontból is. A jövőt tekintve, meg hát a múltat, és kezdjük akkor talán a múltat. Nemrégiben nagy ijegységet váltott ki az a 3 hete, hogy hát ilyen beöltözött mentősök, szkafanderes mentősök jelentek meg. Többször volt már riadalom ebből a szempontból a városban, hogy valaki elkaphatta a koronavírust. Most be is szállítottak valakit, viszont szerencsére, ahogy te is tőzítetted, negatív lett mind a két tesztje. Kerülget minket a vírus, azt kell, hogy mondjam, és ez abból a szempontból érdekes, hiszen itt állunk a idézőjelben Berényi napok előtt, mert most ugye hát nem az az igazi Berényi napok fog megrendezésre kerülni, de mégis, mint magánember azt kell, hogy mondjam, hogy játszunk a tűzzel, nem? Tisztelettel köszöntöm a kábel televízió nézőit. Hát nem. Nem kerülget bennünket a vírus. Vannak időnként fölröppenő, meg fölugró dolgok, amikre az ember azt gondolja, hogy az már a vírus. Én inkább azt látom, hogy egy nagyon, talán még túlságosan is elővigyázatos lépésekkel próbálunk védekezni egy olyan dolog ellen, ami ellen egyébként szerintem nem tudunk védekezni, akármit csinálunk, akkor sem. Valóban volt, hogy egy mezőberényi szemét a mentősök beszállítottak a kórházba. Egész pontosan úgy kezdődött, hogy be kellett volna, hogy szállítsák, de nem engedték addig a kórházba, nem fogadták, amíg meg nem csinálták a koronatesztet. Egyébként vakbélgyanú volt. Ennek ellenére nem fogadták a kórházba. Ez a protokoll. A kórház nem csinál tesztet, azt a mentősök csinálják a tesztet. Mind a két tesztje negatív volt, így természetesen semmi következménye nem volt annak, hogy védőfelszerelésben érkeztek a mentősök, teljes ruházatba beöltözve a sofőr is, a mentőtiszt is, és hát ellátták a illetőnek a problémáit, megoldották. Hát igen, te is azt mondod, hogy beöltözve. Épp a mai műsorban láthatták a nézők a Kacagóliget elnevezésű rendezvényt, ahol megint csak én azt láttam, folyamatosan mondják a virológusok meg a járványügyi szakértők, hogy a maszk az nagyon fontos, hogy legyen, figyeljünk oda a távolságtartásra, és például ezen a rendezvényen is sokan voltunk. Én nem láttam senki se. Azt hiszem, senki nem láttam maszkot. Mondjuk magamon se, az is igaz. Tehát, hogy nem nagyon tartjuk már, nem félünk, vagy nem tudom. Nem félünk, szerintem elsősorban azért nem, mert bennünket nem érintett ez a probléma, tehát személy szerint senki nem találkozott olyan emberrel, aki megbetegedett, és akinek látta volna a kinyát, nyugjait, problémáit, hogy hogyan oldódott meg. Én pedig a mai napon olvastam egy kutatási eredményt, ahol éppen arról szólnak, hogy a maszkok azok mennyire jók, vagy mennyire nem jó. Örök vita. Örök vita. Itt most különböző pozíciókban vizsgáltak meg embereket, köhögés, légzés, beszéd egyéb közben, hogy melyek azok a maszkok, amik ténylegesen védenek. Hát ezekből a maszkokból igazándiból csak a leg szuperebbek azok, amik komoly védelmet adnak. Az orvosi maszkok még jók, az otthonvart, több rétegű ruhaanyagból készült maszkok egészen jók, és amik semmit nem érnek, az a sál, a kötött cuccok a száj előtt, ezek nem érnek semmit. Ez ennek a kutatásnak az eredménye. De összességében én azt gondolom, hogy miután már most több helyről tudjuk, hogy nem csak ilyen cseppfertőzés alatt, hanem érintkezéssel, egyebekkel is terjed, a maszk sem lehet 100%-os biztonsággal védő elem arra, hogy én ne fertőzzek meg senkit, mert egyébként a maszk csak arra jó, hogy ha én fertőzött vagyok, akkor tőlem ne kapja meg ezt más. Hát igen, csak most ugye akárhogy is, de végülis nagy rendezvények várnak ránk éppen a jövő héten. Én nem tudom, hogy mennyire biztonságos az, hogy ugye mindenki elment nyaralni, sokan hazajönnek, ott rengeteg emberrel találkozunk a Balatonon. Én például mindenki azt mondja, hogy németek alig vannak, meg más nemzetiségűek. Én rengeteg némettel találkoztam. És abszolút ott se senki nem tartja be a távolságot, se a maszkot, se semmit. Tehát a tömeg csak úgy hullámzik együtt, és semmi probléma. Az éttermekben sem egyébként. Na most egy ilyen helyzetben én, mint magánember, továbbra is tartok attól, hogy mi van, hogyha így viszont bekerülhet Mezőberénybe. A hétvégén jártam egy határmenti településen,
ahova simán járhatnak át Romániából a kis fürdőbe emberek. Visszamennek, semmi gond nincsen, viszont aki Magyarországról átmegy Romániába és úgy jön vissza, annak 2 hét karanténba kell vonulnia itthon Magyarországon. Egymásnak ellentmondó szabályozás vagy gyakorlat. Jelen pillanatban azok a szabályok vannak életben, amikről már egyszer említést tettem itt a kábel televízió előtt, hogy én nem vonhatom kétségbe azokat az intézkedéseket, amiket a fölöttes hatóságok hoznak. Miért nem? Azért, mert nekem nincs annyi információm, mint nekik, legalább 100-szor annyi információjuk van, mint nekünk, amikor egy-egy döntést meghoznak. Ha most azt a döntést hozták, hogy 500 főig szabad téren lehet rendezvényt tartani, 200 főig lehet zárt térben tartani rendezvényt, akkor én ehhez igazodom. A berényi napok nem kerülnek megrendezésre, ezt elég régen elmondtuk már, sem forrásunk nincsen, sem pedig az aktualitását nem látjuk annak, hogy most ezt meg kellene tartanunk, pontosan a veszélyhelyzet miatt. Az összes olyan rendezvény, amit augusztus 20-a környékén rendez az önkormányzat, ünnepi testületülés, vagy rendeznek a civilek, például a Mezei Lédának a programja, vagy a bendőbuli, ilyen-olyan főzőversenyek, vagy a street ballos történet. Ez mind-mind a szervezők felelőssége, hogy ott 500 főnél több ne legyen kint a szabad téren. Illetve nekünk, mint önkormányzatnak a beltéren. Ezeket a civilek döntően különböző pályázatokból oldják meg, illetve pályázatok alapján valósítják meg ezeket a rendezvényeket. Már korábbra voltak tervezve, május 1-ére, júniusra tervezett rendezvényeket, most próbálnak megtartani, mert úgy tűnik, hogy most még ez erre van lehetőség. De azt, arra nem merek semmilyen biztosítékot adni, hogy ezek tényleg meg lesznek rendezve, mert előfordulhat, hogy az utolsó pillanatban fogja kimondani azt a kormány, az állam, a valaki, a nébi, hogy kész, vége, senki sehova semmit nem rendezhet. Látjuk, hogy Békésen a madzagfalvi napokról úgy döntöttek, hogy a nagy rendezvényeket nem csak apró rendezvényeit tartják meg. Sőt, most a töltött káposzta is elmaradt Berénybe. Így van, Szilva Fesztivált Szarvason nem tartják meg. Ott is valamit, bocsánat, maszatolnak, mert hogy azért az embereknek kéne valami, hogy egy kicsit kimozdulhassanak otthonról. A töltött káposzta fesztivál is hosszas mérlegelés után úgy tűnik, hogy mégsem kerül megrendezésre az idén. Ezzel kapcsolatban, amikor a megbeszéléseket folytattuk, akkor én azt mondtam, hogy 2 veszélyt látok a rendezvényről. Az egyik egy rosszindulatú bejelentés, amikor bejelenti valaki, hogy itt van 1000 ember a Ligetben, a Káposzta Fesztiválon, és kijön Szeghalomról az ellenőrzés, mert hogy neki kötelességük ilyenkor kijönni, és azt mondják, hogy tényleg annyian voltak, és akkor lehet 6-8 hónapon keresztül is akár perlekedni, idegeskedni, hogy akkor kinek van igaza. De ez a kisebbik gondom, a nagyobbik gondom az, hogy mi van akkor, hogyha pont akkor durran be egy vírus. Hogy mondtad, szuper fertőzött emberkel kerül be a csapatba, aki szétszórja a környezetében. Még csak nem is az a nagyobbik gondom, hogy akkor most megfertőződnek további 10, ez is nagyon nagy gond. De egy csomót nem fogunk tudni, hogy viszi a fertőzést vagy sem. Mert hogy a regisztrációt hogy oldják meg? Ugyanis a kontaktkutatásnak pontosan ez a lényege, hogy legyenek megfelelő adatok a résztvevőkről. Ezért a rendezvényeket, amiket most szerveznek a civilek, illetve az önkormányzat, ezeket regisztrációval fogják elvégezni. A Városházán is, a többi rendezvénynél is valamilyen formában, módon regisztrációkat fognak végezni. Igen, azt gondolom, magánemberként mindenki fél. A másik oldalról osztom a véleményét a bemeseknek, akik azt mondták, hogy egész évben nem volt semmilyen rendezvény, nem szabadultak ki az emberek. A töltött káposzta fesztiválra most akkor ki fognak szabadulni, nagyon sokan. Mert azt mondja, hogy végre kimehetek, ráadásul úgy, hogy nem kell kiöltözni frakba-krakba, hanem mehetek akár rövid nadrágba, akár egy erőpólóba, bármibe kimehetek, jól érezhetem magam, kicsit iszogatok, kicsit odafigyelek, kicsit eszegetek, kicsit ez, kicsit az, és hát félő, hogy esetleg többen lennének, mint a korábbi években voltak.
Szerintem ez az, ami igazándiból amellett döntött, hogy a BEM azt mondta, hogy nem. Se regisztrálni nem tud igazán, se azt nem tudja ellenőrizni, hogy hányan lesznek. A liget nem bezárható jelen pillanatban. Nem tudjuk, hogy ki jön be oldalról, hátulról, innen-onnan, ami szóval lesz, aki száma, vagy az 500 fő fölött egyszerűen képtelenség megoldani, emiatt is döntöttek úgy szerintem a BEM-esek, hogy akkor nem tartják meg. Na jó, de most is ugye jövő héten ott szintén lesz a ligetben rendezvény, ott is majd ugyanígy fog alakulni a dolog, nem? A szervező az OPSKMM, akikkel az első sokadik megbeszélésünk alkalmával az is fölmerült, hogy egy rendezvényteret készítenek, kordonnal körbeveszik azt a részt, ahova az 500 főt beengedik. Igen ám, de akkor is ott lesz a kordonon kívül esetleg másik 1000 ember. A felelősség innentől kezdve már nem a szervezői. És hát bocsánat, mondok egy olyat most, amit elmondtam máshol is, hogy ezek azok a kiskapuk, amiket mindenhol keresnek jelen pillanatban az országban, de ezek azok a kiskapuk, amiket úgy tudnék fogalmazni, hogy nem a kútba, csak a kávájára potyintunk. Nagyon nehéz eldönteni, hogy most mi a jó megoldás. Ami jó megoldás szerintem, és ez még nem olyan publikus, de 99% hogy így lesz, hogy ugye az ünnepi testületi ülést a élőbe fogjuk közvetíteni. Tudom, egyébként se fér be a Városházára 200 ember, tehát hogy azt azért tegyük hozzá, de mégiscsak jó megoldásnak tűnik az, hogy a tévébe is meg lehet tekinteni, illetve természetesen, hogy fel fog kerülni a YouTube-ra, tehát azért az 5 díjazott, ez ugye a márciusi elmaradt rendezvénynek a pótlása, az 5 díjazott, akik elismerést kapnak, azok így végül is megtekinthetőek lesznek, anélkül, hogy én mondjuk veszélyben érezném magam azzal, hogy elmegyek a Városházára. Igen, ezen is nagyon sokáig agyaltunk, hogy legyen megrendezve, hogyan tudjuk betartani a létszámkorlátot, azért mégiscsak 5 díjazott van, akiknél egyik-másik díjazottnál akár 20-an is jöhetnek érdeklődők, kísérők, érintettek például az alföldturistáknál, hogy ők is most kapnak elismerést, hát ott ők vannak 70-en, elvileg jöhetnek mind a 70-en, regisztráltatni fogunk, nem fogunk több embert beengedni a Városházára, és ami a szerintem is jó döntés, hogy vállaltátok azt, hogy akkor élő egyenesben közvetítenétek a Berényi TV-n, így aki mégis szeretné akkor a nap élőben látni, akkor ők megtekinthetik, anélkül, hogy veszélyben érezzék magukat. Nem hívjuk meg most még a korábban szokásos módon a díjazottjainkat, Mezőberényért kitüntetésben részesülteket, Mezőberény díszpolgárait. Ma írtam alá azokat a leveleket, amikkel őket megkerestük, és hát tulajdonképpen udvariasan elnézést kérünk, hogy most ebben a szituációban nem tudjuk úgy fogadni őket, mint a korábbi években. Szerintem valamennyien megértik ezt a dolgot. Biztos, hogy látták már a kedves nézők itt ezt az asztalt előtted, ahol hogy a négy nemzetiséget képviselők is szobor mellett egy könyv pihen, és most olyan képeket is láthatnak belőle. Ez az új könyvünk. Ugye mindig repi ajándékokkal kedveskedtek az ide látogatóknak, vagy az olyan vendégeknek, akik kiemeltek, és most ez egy új kiadvány. Akkor a díjazottak is most ilyet is fognak kapni? A négy nemzetiségre egyetlen gondolat erejéig visszatérnék. Soha senki nem mondta, hogy négy nemzetiségű Mezőberény. Esetleg majd egy külön műsorban majd erről beszélhetünk, hogy miért nem. A könyvről nagyon régi vágyunk volt, hogy folytassuk azt a sorozatot, igaz, hogy csak két kötet jelent meg belőle, amit korábban a városról kiadtak, Váradi Zoltán képeivel, fotóival. Ennek a folytatásán nagyon régóta dolgozunk. Forrás nem volt meg igazándiból hozzá. Most az Esélyotthon pályázat keretében erre is kaptunk lehetőséget, hogy erre fordítsunk pénzt, és hát nem titok, hogy négy Mezőberényi idézőjelbe téve amatőr, mert azért ennél én picit többre tartom őket, képei kerültek be az albumba, és hát aki majd látja meg, amikor majd látják, akkor fogják tapasztalni, hogy ezek a képek bizony nem csak minőségében, mert az egy technika kérdése, hanem a látásmódban is nagyon-nagyon jó minőségű képek, felvételek, amik szerintem Mezőberényről nagyon sok mindent elmondanak.
Nyilván nem csak a reprezentációra kívánjuk ezeket a könyveket felhasználni, hanem hát, mint ahogy említetted, a díjazottaknak, az elismerésben részesülteknek is fogunk adni jövő héten, és hát más formában is szeretnénk ezeket a könyveket, hozzá tudnának jutni a mezőberényiek. Igen, és még annyit tegyünk hozzá, hogy nagyon szép kiállítása van, tehát maga az anyaga is a könyvnek nagyon jó, és azt hiszem, hogy van keményfedeles is, ugye, meg puha, ez most mondjuk éppen nem. Igen, ez egy dombornyomású puha kötés. Nekem a képeskönyv az kemény kötésű, viszont a pénzügyi keretek azok korlátozottak voltak, a kemény kötésű drágább volt, nem túl sokkal, de azért jelentősen drágább lett volna, mint a puha fedése, és ezért van az, hogy több puha fedésű készült, mint dombor, vagy kemény kötésű. Na mindesetre tényleg nagyon nívós kiadvány. Még egy pillanat erejére a koronavírusra visszatérek, és aztán lépünk majd egy másik témára. Méghozzá az, hogy azért ez az eset, amikor feljött, tudod, ez a mentős, hogy kijött a mentő, elvitték, itt azért indulatokat is váltott ki. Itt főként a piknikparkos esetre gondolok, amikor is ugye voltak, akik nem tetszésüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy itt azért vendégmunkások, román vendégmunkások vannak a városban, őket kiellenőrzi, egyáltalán van-e valamiféle vizsgálat az, hogy ők most behurcolhatnak ide valamit, vagy nem? Ezzel kapcsolatban te mit tudsz elmondani? Hát honnan kezdjem? Onnan, hogy miért vannak itt, vagy onnan, hogy milyen veszélyforrást? Hát szerintem azt, hogy miért vannak itt, gondolom azért, hogy dolgozzanak. Nem? De miért ők dolgoznak itt? Mert a magyarok nem dolgoznak. Ahogy tetszik mondani. Én érdeklődtem a alkalmazótól, aki alkalmazta ezeket az embereket, hogy miért kellett külföldről hozni. Azért, mert Mezőberényben és környékén se diákok, se más egyéb ember nincs, aki olyan munkatempóban és morállal végeznél a feladatot, mint ahogy ezek az emberek végezték el. Címereznek egyébként? Címereztek, igen. Most nem tudom, itt vannak-e még vagy sem. Címerezni voltak itt. Korábban ugye ott volt a bakuci tábor, ahonnan a fiatalokat, középiskolásokat elsősorban hordták ki a földekre. Most például nem tudnak összeszedni ennyi embert a környékben. Nincs munkaerő. Az egészségügyi kockázata az természetesen jelentős, hiszen tudjuk, hogy Romániában nagyobb arányban fordul elő a szennyezés, vagy a fertőzés, mint itt Magyarországon. Viszont épp egy mai beszélgetés, egy romániai partnerrel folytatott beszélgetésben hangzott el, hogy az ottani adatok nem valósak, túl vannak pörgetve, ami mögött politikai okok állnak. Na, még ez is. Igen, és Ők úgy tudják, hogy egyedül a regátba, egész pontosan Fekete-tenger környéki részeken van nagyobb arányban ténylegesen vírusfertőzés, mint máshol, aminek az elsődleges oka az, hogy Romániában is, mint Magyarországon a saját tengerükhöz elrobogtak az emberek a nyáron, hogy megjött a jó idő, és ott aztán minden van terjed. Nagy a kockázás, nagy a találkozási valószínűség, ugyanúgy, ahogy a Balatonon is a mostani időszakban. Tehát azt mondom, hogy természetesen van kockázata, egészségügyi kockázata, de akik szervezik ezt, azoknak kell viselni a következményét, bármilyen következménnyel járna egy-egy ilyen alkalmazás más tekintetben is, de a járvány tekintetében is. No, hagyha már egészségügy, eltérve a koronavírustól. Hát tudjuk, hogy mekkora gondot jelentett Mezőberény számára, és te is rengeteget dolgoztál azon, hogy nehogy megszűnjön már ez a fizioterápiát, nem jött össze. Természetes, hogy az diktálja a feltételeket, meg a lehetőséget, aki ezt tudja, ezt a szolgáltatást adni. Azzal kapcsolatban viszont tudom, hogy igyekeztetek az orvosokkal is összefogni, hogy valahogy visszahozni. Ez most hol áll? Egyáltalán haladtatok-e valamire? Nem haladtunk semmire, viszont nagyon sokat gondolkodtunk, beszélgettünk, információkat gyűjtöttünk arról, hogy lehetne mégis valahogy visszacsempészni ezt Mezőberénybe. Sajnos nagyságrendekkel nehezebb lesz újraindítani, mint amennyire itt lehetett volna tartani, ha erre a partnernek lett volna akarata. Fogadókészsége. Igen, ez így nagyon finoman fogalmaztad, itt igazándiból az akarattal volt a gond.
Nem akarom ezt tovább folytatni, mert nem illik a partnertelepülésre, a szomszédtelepülésre rosszakat mondani. Hoztak egy döntést, nekünk nagyon rossz döntést, szerintem ők sem fogják annyi előnyét élvezni, mint amennyire gondoltak eredetileg. Mi meg szívunk, bocsánat a kifejezésért, mert óriási nagy küzdelem lesz az, hogyha vissza tudjuk állítani ezt a szolgáltatást Mezőberényben. Tehát, ha mondjuk ők rájönnek arra, hogy semmit nem nyertek vele, akkor, és mondjuk visszaállítanak, akkor az még drágába kerülne, mint... Tehát, hogy más csak azért sem éri meg nekik. Új helyszín, másmilyen helyszínt kellene találni. Ez a helyszín, ahol eddig volt a fizioterápia, nem mindenben felelt meg a jelenlegi előírásoknak, amire az INTS, a NABIC kiadhatja az engedélyt a működésre. De így, hogy folyamatosan működött, így nem kellett nagy összegeket befektetni. Ha most újra ide hoznák a békésiek, hogy mégis lehetne, akkor nekünk egy teljesen új helyet kellene keríteni, ahol sokkal több helységgel, egészen más eszközökkel, stb. Kellene felszerelni, amit ilyen 20-30 milliós nagyságrendet emésztene föl a mostani információk szerint, de nem vagyunk a végén az információgyűjtésnek. Jó, akkor ez is még talomba marad. Aztán dolgozunk rajta. Kiderül. Még egy fontos dolog, illetve még sok van, de ilyen a kátyúzás. Tudom azt, hogy hát, régi vágyunk volt, hogy mi is valahogy, vagy valamilyen módon ezt a kártyúzást a saját kezünkbe vegyünk, ne kelljen állandóan várni, meg közbeszerzés, meg nem tudom mit kiírgatni. És most ezzel a, nem tudom, jól mondom, a hideg aszfaltozó berendezés, ami nekünk van, mindegy, aszfaltozó berendezés. Láttam, hogy a Mátyás Király utcán próbálkoztatok vele, és azt hiszem, hogy a Tökölin is folytak munkálatok. Ezek hogyan sikeredtek? Ezek tulajdonképpen próba nyomatok voltak. A KFT-nk kétféle technológiát tud per pillanat alkalmazni. Az egyik, amit említettél, a hidegaszfaltozás, a másik pedig az infratechnikával való megoldás. Az infra lényegesen drágább, lassabb, mint a hidegaszfaltozás, viszont az eddigi információink alapján, amikor megvettük a gépet, akkor bemutatták, még mindig működik, három év alatt nem ment tönkre az a rész, amit akkor megcsináltak próbaként, mintaként, de nem olyan haladós, tehát lassabban lehet vele sokkal dolgozni. Ezt a két technológiát tudják jelen pillanatban a KFT emberei megvalósítani, elkészíteni. A Mátyás Király utca volt az első olyan próba, amikor egy nagyobb felületet a Boltványkert utca felüli végénél megpróbáltunk kátyúzni. Félig meddig sikerült csak, mert hogy azt is be kell gyakorolniuk, meg kell tapasztalniuk ezeknek az embereknek, hogy mennyi aszfaltot kell beletenni, hogy az majd a végén, amikor végigmennek rajta az autók, a terhelést megkapja, akkor az abba a síkba záródjon, ahol egyébként az úttest van. Hát ez a Mátyás Király utcán annyira még nem sikerült, szerintem a Tökölin már egész jól sikerült, és a tegnapi nap folyamán én rábólintottam, hogy akkor az aszfaltozást is a helyi KFT-vel fogjuk megvalósítani. Reményeink szerint jövő héten hozzákezdenek, és folytatják a Tököli utcán, és több olyan területen, ahol nagyon fontos, hogy megvalósuljon. De akkor azt mondod, hogy a Tökölén ott tartós, a Mátyáson viszont tudjuk azt, hogy ott valami, de nincs alapállító. Az is tartós, annyira, mint amennyire az eddigi kátyúzások voltak, tehát egy-két évig kibírják. Ennek a minőségével van a gond, hogy marad benne egy kis huppanó. Sajnos nem úgy működik a dolog jelen pillanatban, hogy nem kell három ára ajánlatot kérni ennek a munkának az elvégzéséhez. Hiába miénk a KFT, csak úgy nem adhatjuk nekik oda a munkát. Kellett beszereznünk három ára ajánlatot, többek között attól a cégtől, akivel eddig is mindig dolgoztattunk, kaptunk ajánlatot, de lényegesen kedvezőbb a KFT-nek az ajánlata. És amennyire látjuk, ha már most belejönnek, meg fogják tudni csinálni olyan minőségben, ahogy korábbiakban a cég megcsinálta. Ugyanígy vagyunk egyébként a járdafelújításokkal, a járdaépítéssel is, hogy most dőlt el tegnap, hogy akkor a legjobb ajánlatot a KFT tudta adni, megkötjük a szerződést, ott lehet, hogy egy kicsit később, de azt is, ahhoz is hozzáfognak a KFT emberei, és el fogják végezni azt a munkát, amit a képviselőtestület döntött, meghatározott számukra.
A Mátyás Király utcára még egy gondolatig visszatérnék, mert sok bírálatot kaptunk, hogy azt az egy vödröt csinálták meg, miért nem csinálják végig. Teljesen jogos az embereknek az igénye, ugyanúgy a Mátyás Király utcán, mint ahogy tudnék mondani, még vagy 30 utcát. A Mátyás Király utcán azért nem folytatjuk tovább a kátyúzást, mert már el kellett volna kezdje az Alföldvíz Kft. Vagy a ZRT a munkát, ott teljes körű vízvertékcsere történik meg. Amikor azzal elkészülnek, akkor már megvan a döntés arról, hogy azt az utcát teljes egészében le fogják aszfaltozni, tehát egy 4 cm-es fedő réteget, kopó réteget fog kapni, ami az előreláthatólag egy 5-6 éves időtartamban, jó minőségben, kátyúzás nélkül fogja a közlekedést szolgálni. Na most te jól értettem, itt most nem a 17 Kft. Fog aszfaltozni, ők fog. Tehát akkor azt is jelentheti, hogy minden fogkezdődni, minden évben pár utcát ezzel a géppel, vagy berendezéssel, vagy nem tudom mivel, pókhálósítanak. Bocsánat, nem jól mondtam akkor. A kátyúzást végzi a Kft., az aszfaltozást nem tudja végezni, mert azt finisherrel csinálják, ma már mással nem történik, illetve történhet javítgatások, mint ahogy a Szarvasi úton most történtek elég jelentős kátyúzások, hogy hosszan leterítették, és utána megtaposták géppel, kis hengerrel, egyebekkel. A Kft. Nincs erre fölkészülve, hogy finisherrel dolgozzon, mert egy ilyen utcának a teljes leborítása az nem képzelhető el ma már anélkül, hogy ezt a gépet használják. Ilyen gép nincs Mezőberényben. Mezőberényi vállalkozónak sincs, hiszen próbáltunk mi velük is beszélni erről, illetve tőlük is árajánlatot kérni arra, hogy esetleg helyiek végezzék el. Miután nincs ilyen gépük, nekik alvállalkozót kéne alkalmazni. Az alvállalkozó biztos, hogy ad egy jó ajánlatot, de nekik rá kell tenni a saját hasznukat. Onnantól kezdve már drágább, mint hogyha mi eleve az alvállalkozóval egyezkedtünk volna. Igen. Tehát akkor az a lényeg, hogy a pókhálós útjaink azok pókhálósak maradnak, mert ráadásul most még el is vették a gépjárművet. Pókhálósak maradnak egyelőre biztos. Egyetlen egy dologban gondolkodhatunk, hogy megpróbáljuk ezeket az utakat úgynevezett kellősítő anyaggal végigönteni, és utána kis apró kővel beszórni. Több helyen vannak ilyen útjavítások. Nem tudjuk azt sem, hogy milyen hosszú ideig tartanak, de ráadásul más szakemberek pedig azt mondják, hogy igazándiból nincs semmi jelentősége. Most, ha minden igaz, akkor a Szarvasi úton a Sorompótól kifele az 5-ös kilométerig így fog történni. Most, amit kijavítottak kátyúkat, azt le fogják önteni ilyen valami löttyel, leszórják kővel, és azért az egy kicsit egyenletesebbé fogja tenni az utat, mint eddig volt, de hogy mennyi ideig fogja bírni, azt nem tudjuk. És egyébként a kátyúzás mellett, meg amit most említettél mellett, van valamiféle visszajavítási terv? Levegőben lebeg továbbra is a Magyar Bolttól a Sorompóig, ami a közútkezelő kivitelezésében valósulna meg, de nem tudunk semmi közelebbit. Szarvasi útról sem tudtunk egyébként semmit a kinti részről, mert nem jelezték felénk. Mondjuk nem is kell, hogy jelezzék, mert nem a miénk az út, hanem a közútkezelő, a magyar állam tulajdonában a közútkezelő üzemeltetésében. Ezen kívül persze nagyon sok mindent szeretnénk, elsősorban a Csabai utat kellene legelső körben rendbe tenni, mert az az egyik legrosszabb olyan útszakaszunk, ahol lakott területen megy keresztül, de hasonlóan rossz állapotban van a Gyomai út is, a 46-osnak a bekötő része, ezeket nagyon kellene rendbe tenni. De azért a hétvége megint arról győzött meg, hogy, és ez nem vigasztal, de nem mi vagyunk a legrosszabb helyzetben. El kell menni Magyarbánhegyes környékére. Dombegyháza, Dombiratos, Nagybánhegyes, az Űrzavarosba, bocsánat, mert nekem az nincs igazándiból képben, a keveset jártam arra, Batonya környékére, iszonyatos utak vannak. Vagy meg kell próbálni Gáva Vencsellőről Rakamazra átmenni, a GPS után, és akkor azt fogjuk mondani, hogy a Szarvasi alsó út, hát ez egy sztráda. Véletlenül keveredtem arra, és iszonyat, borzasztó. Nem vigasztal, mert természetesen azt szeretnénk, hogy minél hamarabb legyen elkerülő útunk, azt szeretnénk, hogy minél hamarabb rendben legyenek a belterületi útjaink legalább. Azt szeretnénk, hogyha a saját útjainkat legalább töredezetmentességűvé tudnánk tenni, de szerintem a legjobb megoldás az, amit korábban, most meg sem akarom nevezni, hogy melyik kormány idejében, amikor a önkormányzatok
által oda tett 1 forint mellé az állam még 1 forintot tett, amikor a Puskin utca, Árpád utca, Deák Ferenc utca felújítása készültem, meg még sok máshol, amikor azt a finisherrel való borítást tették meg, ami korábban nem történt meg, és így azok az útjaink még egészen jól bírják magukat. Igen, azért megdöbbentő, hogy azok az utak tényleg jó minőségek maradtak, és már régóta lettek megcsinálva. Igen. Na, még egy nagy lélegzetvételű téma, a szúnyoggyérítés. Minden évben probléma van vele, az emberek mindig panaszkodnak, hogy egyik nap lefújják őket, másnap már megint ugyanannyi van. Emlékszem, nekem nagyon tetszett a volt polgármesterünk hozzáállása, hogy biztos átjönnek gyomáról. Egyébként nem butaság, mert tényleg állítólag ezek vándorolnak, vagy nem tudom. De hát te még erre nem hivatkoztál, hogy tartsáról átjönnek a szúnyogok, de tény is való, hogy hiába írtjuk őket, folyamatosan megjelennek újra és újra. Most sem fogok erre hivatkozni, ugyanis egy konzorciumban vagyunk együtt, körösmenti települések, Békés, Mezőberény, Köröstarcsa, Gyomaendrő, egészen Szentes is benne van ebbe a körbe, Mezőtúr, Orosháza, akikkel együtt végeztetjük a szúnyoggyérítést, pontosan azért, hogy hát az egyik helyen is, meg a másik helyen is közel ugyanabban az időpontban legyen, nehogy átjöjjenek egyik helyről a másik helyre, ne csinálják azt, mint a kóborkutyák, hogy áthozzák őket, ide itt leteszik, és akkor itt van velük gondunk. Ennél sokkal komolyabb a dolog. Vannak, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem is kellene gyéríteni a szúnyogokat. Jaj, nem. Ami teljesen logikus az egyik oldalról, hiszen a szúnyog volt az a élelemforrás, ami a fecskéket leginkább eltartotta. De most is eltartja, annyian vannak szúnyogok. Nem, mert nincs fecske, alig van fecske. Ja, hogy az a baj. Aha. Igen, azért nincs annyi fecske, mert nincs elég szúnyog, mondják. Na de szúnyog van elég. Még nem vették észre a fecskék. Ja, jó. Írtásukkal pedig, a kémiai írtásukkal pedig elsősorban azt érik el, azon túlmenően, hogy szúnyogok is pusztulnak, hogy különböző apró rovarok, legyenek itt lepkék, egyebek is elpusztulnak. Egy kolléganőm, volt kolléganőm keresett meg tavaly évben, hogy ne csináljunk már szúnyoggyérítést, mert akkor ezt az ökoszisztémát itt teljesen fölborítjuk. Aztán mondtam neki, hogy... Nehogy elmond a nevét, hogy ki volt. Nem mondom el a nevét. Megkeresik. Én annyit mondtam neki, hogy de azt tudod ugye, hogy a szúnyogok azok, akik leginkább terjesztik a különböző betegségeket, és akkor azt mondta, hogy hát jó, így megérti. Most is így van, hogy folyamatosan próbálkoztunk a szúnyoggyérítéssel. Több alkalommal volt eddig az idén, mint bármikor az előző években. Önkormányzati 2 alkalommal, 4 alkalommal volt államilag elrendelt, és hát holnap augusztus 12-én jön a következő légi. Mi kezdettől fogva jeleztük, hogy ez a földi kémiai gyérítés, ez bocsánat, szart sem ér. Minimális volt a szúnyogoknak a pusztulása, mert pont oda nem jutott el, ahol a szúnyogok voltak. Utcán végigment az autó, nem füsttel, hanem permetezővel. Az emberek nem is vették észre, ezért mondták, hogy nem volt szúnyoggyérítés, mert nem füstölt, nem durogott, nem is duroghatott, hiszen ez egy permetező szerkentyű volt, ami az autó hátuljára volt felszerelve. Elvileg 60 méter távolságra terít, de hogyha jól meggondoljuk, 2 utca között könnyen lehet, hogy több mint 60 méter távolság van, tehát nem fogja beteríteni a 2 utca közét, pont azt a részt, ahol egyébként a szúnyogok legjobban érzik magukat, nedves élőhelyeken főleg. Nagyon régóta kértük szinte az első után, hogy légi gyérítést engedélyezzék, amit tavaly betiltottak uniós irányelvek alapján, arra való tekintete, hogy nincs olyan szer jelen pillanatban, amit a levegőből ki lehetne szórni. A földi az másmilyen jellegű, mint ami a levegőből szórnak, meg szórtak eddig, de hát láttuk, hogy milyen eredménnyel tudják szórni, semmit nem ért. És akkor most a legutóbbi gyérítés az már légi kémiai gyérítés volt. Én azt gondolom, hogy ennek már azért volt egy jelentős hatása. Az is igaz, hogy közben nagyobb szárazság jött, ami kedveze a szúnyog pusztulásának. Most 12-én megint légi gyérítés fog következni, és hát nem tudjuk, hogy mi az, ami jövőre várható, hiszen ez úgy működik, hogy minden évben, évelején, még a tavasz kezdetén, amikor a lárva állapotban vannak a szúnyogok, akkor a legnagyobb fészkelő helyeiket légi biológiai kezeléssel próbálják megszórni, hogy ne is keljenek ki a lárvák.
Ez egyébként a leghatékonyabb megoldás, viszont ezt talán nem lehet csak olyan helyen végezni, ahol nincs se lakott terület, se nagyobb állat, mert az állítólag arra is veszélyes lehet. Tehát például a boldisáti holtágoknál megcsinálhatnák, de akkor ki kéne előre mondani, hogy senki ne tartózkodjon a területen. Hogy hogy lesz jövőre, nem tudjuk. Az biztos, hogy a légiírtás többet ért, lényegesen, mint az előző három földi maszatolás. Hát igen, én is olvastam erről egy cikket. Nagyon érdekes cikk volt. Azt mondták benne, hogy valami 30 évvel le vagyunk maradva ezzel a szúnyoggyirítési témával, mert hogy már a fejlettebb államok, mondjuk Spanyolország nem annyira fejlettebb, de ők azért szúnyoggyirítésben nagyon otthon vannak, mert ott egész évben probléma ez. Tehát, hogy ők már kémiait csak akkor használnak, amikor valami betegség felüti a fejét, és azonnal lépni kell. Mert ugye a kémiai alapvetően az a már kifejlett szúnyogokat gyilkolásza, míg a biológiai megakadályozza, hogy egyáltalán kifejlődhessenek ezek is. Ők például a biológiát használják, felderítik minden egyes település, meg mit tudom én, hol az élőhelyeiket ezeknek, ahol a lárvák ugye már kikelnek. És ez a cikk, illetve a mi szakértőink állítólag azt mondják, hogy a katasztrófa védelem már nem tudom hány éve átvette ennek a szúnyoggyirítésnek a koordinálását, és még mindig nem lépett abból a tekintetből, hogy pontosan minden egyes településen, illetve a köztes részeken fel legyenek ezek a területek derítve. Ami egyébként nem olyan nehéz, mert ugye, ahogy te is említetted, ezek ilyen vizes, mocsaras területeken egésznek, ott szaporodnak. Még mindig itt tartunk, hogy mi csak ilyen tűzoltást végzünk. Ezt én nem tudom. Viszont pár önkormányzat, mint például Szeged, már saját pénzén, vagy nem tudom, hogy ők direkt erre a biológiára tesznek, de akkor ezek szerint mezőberény is léphet már, ez ugye biológiai. Igen, ha jól emlékszem, az 60 hektárra van a biológiai gyérítés, minden tavasszal a legelső gyérítés az ez, és egyébként pedig 600 hektárt kezelünk, ez gyakorlatilag lefedi a teljes belterületet, a Szarvasi út végétől befele. Ezt is mindig el szokták mondani, mert oda nem megy ki semmi, itt se járt, ott se járt. Mi egyet tudunk, hogy GPS alapján leközlik mindig, hogy hol járt a repülő, és az alapján bizonyos Szarvasi út végéig is kimennek. Igaz, hogy a gázfogadó környékén, tehát a buszfordulónál, a belterületnél fordul, kijebb már nem megy, de odáig megvan ez a 600 hektáros terület, ez azért nem kicsi terület. És annak van-e valami indoka, hogy legalábbis én, amit olvasok, amikor jönnek az értesítők, hogy szúnyoggyirítés lesz, mindig azt írják, hogy ez a Delta Sect ULV, nem tudom, 1-2-essel, tehát mindig ugyanaz a szúnyoggyirítő szer van feltüntetve, és amikor mondjuk országos megy, akkor én nem érzem, hogy elmegy előttünk az a füstös autó, ugye mindenki így hívja, nem érzem azt a szagot, amit mondjuk az önkormányzati esetén, amikor meg ilyen töményen jön. Tehát jobban higítják, vagy az miért van az, hogy nem ugyanaz a szer, nem? Nem. Nem. Amikor a légi kémiai gyérítés után megérkezett a füstörös autó a városba, azt gyakorlatilag gázolajat égetett el. Az rendben, de az régen volt, nem? Most már nem az. Tavaly még az működött. De én ezt idén éreztem, most, hogy most megtörtént az első, és nem volt olyan erős az aromája, mint amikor a más. Nem füstölés, teljesen más technológia, teljesen más szerrel dolgoztak. Ami szerintem nem sokat ért. Bár most kezdik elismerni a szakemberek is, hogy hát ez egy tévút volt. És hát ugye ez örök dilemma lesz, hogy akkor az ember hogy avatkozik be az evolúcióba. Igen. Kiírtjuk a szúnyogokat, ezzel egy csomó szúnyoggal táplálkozó jószágnak. Mi lesz a vége? Én ennyire mélyen nem is akarok belegondolni, mert vannak, akik ezzel foglalkoznak. Valami egyensúlyt kellene találnunk. Megint, az ember és a környezete. Megint belementünk a mélyébe, aztán nem tudunk kijönni belőle. Jó, akkor ezt is zárjuk le. A következő dolog. Láthatták már a nézők, azt hiszem az első bejátszás volt az, amikor mutattuk azt, hogy bizony nem akárki járt mezőberényben. Hát azt is gondolom, hogy az ellenzék részéről egyik legközismertebb politikusról van szó, Hatházi Ákos, aki a nemzeti konzultációs hívekkel kapcsolatos ellenzéki kampány miatt járt mezőberényben. Nem erről akarok veled beszélgetni, hanem arról, hogy az én információim szerint, illetve ahogy ők is ott elmondták, veled is találkozott a Városházán. Mennyire publikus az, hogy ti miről beszélgettetek, egyáltalán hogy? Nem félsz attól, hogy mivel ellenzéki politikust fogadtál a Városházán, ezért ennek lesz valamiféle következménye? Hát én bízom benne, hogy nem. Akármelyik parlamenti képviselő mezőberénybe érkezik,
és az tiszteletét teszi a városházán, én fogadni fogom. Fogok vele beszélgetni. De te hívtad, vagy ő ajánlkozott? Hadházi Ákos esetében azért jött be Mezőberénybe a polgármesteri hivatalba, mert vannak mezőbenyi kötődései, amiknek egy részéről sem tudtam, nemhogy a másik részéről. Én is ott, nekem is ott árult el. Az ő rokonsága a Zsilinszky tanító bácsinak a leszármazottai, tulajdonképpen ő is abból a ágból való, és hát az ő állítása szerint mi találkozhattunk már korábban a mezőbenyiből elszármazottak összejövetelein Szegeden vagy Vásárhelyen, ahol is a Zsilinszky Emil bácsi, aki 94 évesen még járt a találkozókra, hát neki valami rokonság is állítólag vele volt ott, de én abszolút nem emlékszem ilyenre, hogy én találkoztam volna vele ott. Tehát tulajdonképpen azért jött be, mert hogy vannak bizonyos kötődései Mezőberényhez. Gyakorlatilag erről beszéltünk, az ő kapcsolatáról Mezőberénnyel, arról, hogy én említettem föl, hogy volt egy vízibicikli útunk, amit ő megénekelt egy ópuszban annak idején 2004-5-6-ban. Csárdaszállás Mezőberény közti kerékpárút, ami víz alá került valóban első körben, és utána szaladt is, mert Gyulára kellett elérnie. Gyakorlatilag ennyiről beszélgettünk, politika nem hangzott el. Nem is szerettem volna ezzel, mert tudom, hogy egy politikus mást mond kint az utcán, és mást mondana nekem. Tehát én nem is akartam ebben belemenni. A kerékpárúttal kapcsolatban megtárgyaltuk, hogy akkor az nagyon jó volt, Mezőberének hozott egy jó kis negatív reklámot. Megköszönted neki. Igen, és elmondtam neki, hogy azóta megoldódott a probléma. Azt is elmondtam, hogy hogyan oldódott meg. Azt az úttestet egy 15-20 centivel magasabbra kellett volna megépíteni, de miután pályázati forrás csak annyi volt amennyi, ezért ez egy picit alacsonyabbra készült el, viszont még ez sem lett volna baj, hogyha az árkot megcsinálják mellette normálisan. Nem lett kész normálisan az árok mellette, ezt a tervező, mezőberényi származású tervező saját magára vállalta, és következő év tavaszán valamikor megcsináltatta, azóta nem volt vízibicikli útunk, azóta nem ütötte fel a fejét a víz azért, mert az árok levezeti a csárdaszállás Mezőberény közt lévő csatornáig a vizet. Aha. Most ha már felhoztad a kerékpárutat, meg kell kérdezzem, akkor tartsa Mezőberénnyel, most már rendben vannak a dolgok, vagy még mindig repedezik? Megállt a repedezés, de hogy jövőre megindul-e vagy sem, ezt nem tudom megmondani. Amikor építkeztek, akkor mindenki azt mondta, hogy ez egy viszonylag jól épített útpálya lesz, hiszen megfelelő rétegrendben kerültek föl a cuccok rá, a kövek, megfelelően meg lett tömörítve minden rész, ezek szerint mégsem eléggé, mert a végén az átadás után pár héttel, hónappal elindultak repedések rajta, ezeket a repedéseket rendbe rakták, kiöntötték, és én nem tudok róla, hogy most újabb nagy repedések lennének. Ami érdekes a kerékpárutakkal kapcsolatban, hogy kapjuk az ívet jelentősen, hogy miért nem tartjuk rendben a kerékpárút melletti részeket. Azért nem, mert nem az önkormányzat feladata. A közúti, függetlenül attól, hogy még nem vett át az állam a tulajdonjogot, önkormányzatoknál maradt, de az üzemeltetés jogát már átadta a közútkezelőnek. A közútkezelő pedig, miután nincs megfelelő számú munkagépe, embere a feladat ellátáshoz, hát leszerződik döntően azokkal, akik korábban is végezték a munkát. Igen ám, de nem évi 4-5-6-szori alkalomra, hanem tavaly évi egyszeri alkalomra. Az egyszeri alkalom mellett kétszer önkormányzati forrásból tisztítottam meg a út melletti részt, mert a KHT azt mondta, hogy nincsen forrásokra, nincs pénzükre. Jó. De ugyanezt mondhatom, hogy akkor Hadházi Ákossal ennyi volt, ez egy pofavizit volt végül. Gyakorlatilag igen, de hát annak idején ez is volt, hogy a Jobbikos képviselő, amikor itt járt, talán a önkormányzati választások előtt kicsivel, az is pölkeresett. A Schneider? Vagy a Vöresalgó Tarjáni, aki annak nem is emlékszem a nevére, mindegy. Egy bent jártam. Valami Jobbikos járt. Nincs igazán jó névmemóriám, nehezen jegyzem meg, de talán a Schneider úr volt, de... Még akkor azt hiszem a leánynak volt. Őt is fogadtam, mert hát azért, ha valakit megválasztanak, akármilyen úton, módon is,
az egy legitimáció számára. Persze. Csak ilyenkor ők ajánlkoznak, vagy pedig te hívod meg, vagy ez hogy illik? Vagy? Bejött emiatt, hogy őnek egy mezőberényi kötődése van, meg ráadásul elvileg kellett volna, már találkozzunk. Lehet, hogy találkoztunk, nem tudom. Lehet, hogy akkor még nem volt szakálla, nem tudom. Ja. Itt a végén, jó ideje beszélgetünk már, de azért itt a végén említsük meg azt is, hogy vannak örömteli híreink, nem mintha eddig nem lettek volna, de azért ez mégiscsak másabb, hiszen pár olyan beruházás, amit már régóta tervez a város, úgy néz ki, hogy most már célegyenesébe érkeztek. Melyek ezek? Melyekre gondolod? Hát a tornaszoba. A Kodály úti óvid, meg a Csiribiri óvid, ott is előrelépés történt. A Kodály úti óvodánál az a ne felejts, ezelőtt, ne felejts óvoda, ezelőtt 4 évvel adtunk be egy pályázatot, amit megnyertünk, akkor 50 millió forintos támogatásra, amiből meg kellett volna valósítanunk egy tornaszobát. Én sejtettem akkor is, hogy nem lesz elég, de azt mondták a szakemberek, hogy abból meg lehet valósítani. Hát nem lehetett megvalósítani, mert elhúzódott a döntés több mint egy évet, addigra a bérek is, a építőanyagárak is jelentősen emelkedtek. Akkor egy évet vergődtünk azon, hogy lehetne olcsóbbá tenni az építkezést, mit lehetne kispórolni belőle igazándiból. Hát sok mindent nem lehetett kispórolni belőle. Akkor egy picivel olcsóbb lett, de még mindig nem az igazi. Akkor egy újabb kéréssel fordultunk az irányító hatóság felé, hogy most már leminimalizáltunk annyira a költségeket, amennyire csak tudtuk, műszakilag, szakmailag. És akkor kaptuk a választ, hogy kössünk egy feltételes közbeszerzést, csináljuk meg, hogy ki lesz a kivitelező, hogyha mégis megkapjuk a többletforrást, és hát azóta többször, jó néhányszor érdeklődtünk azután, hogy akkor mi lesz ezzel a kis többletpénzzel, nem kicsi egyébként, mert 40,4 millió forint többlet, és néhány héttel ezelőtt, 2-3 héttel ezelőtt érkezett a hír, hogy megkaptuk. Igaz, hogy hivatalos iratunk még nincs itt, tehát szerződés módosítás még nincs itt, viszont megjelent minden fórumon, hogy igen, megkaptuk, nem a sajtóban, hanem a közlönyökben is. Innentől kezdve biztos a dolog, és hát az is biztos, hogy a kivitelezővel, akivel még annak idején megkötöttük a szerződést, azzal tárgyaltunk arról, hogy akkor hogy lehetne megvalósítani. Az idei évben csak úgy férne bele, hogyha jövőre megrepedne minden rajta, mert a technológiai időket nem lehetne betartani, tehát úgy néz ki, hogy ha megkapjuk a hivatalos értesítést is, akkor hozzá tudnak fogni a munkákhoz, és a alaplábazat szerelőbetonig elkészítenék, az ha düllepedjen, mert ráadásul ez egy hordott talaj, ami ott van, egy föltöltött rész, a óvoda mögötti rész a talajmechanika szerint, és jövőre augusztus végéig rendbe teszik, mire az óvoda kezdődik. És a másik, az a Kinizsi? Kinizsi Csiribiri óvoda, ott egy másik pályázatból nyertünk tavaly forrást, és ennek a kivitelezése lassan a végéhez közeledik. Ez energetikai beruházás gyakorlatilag, amíg korábban ki nem cserélt nyilázárók összes ki lett cserélve magas hőszigetelésű, minőségű nyilázárókra. Elkészült a utólagos falszigetelés, körbe, teljes egészében az épület körbe lett szigetelve, már most szerintem lassan befejezik kívülről a nemes vakolattal való bekenését is, fölrakását is, és ezen kívül pedig belülről, ja, hát azzal kezdődött az egész, hogy alá lett szigetelve, a vízszigetelés nagyon fontos volt, szellőzőket raktak be a hőszigetelő alá, vagy abba bele, hogy szellőzzön, ne dobja le magáról majd 2-3 év múlva. Napelemeket raktunk föl a épület tetejére, ez volt benne a pályázati forrásban. Nyilván azzal, hogy belülről pedig kifesték, rendbe teszik azokat a helyiségeket, amiket érintettek, amikor a befűrészeléssel alá húzták a szigetelést. És menet közben kiderült, hogy belül az udvar felől két olyan kisebb tetőrész van, amit le kell cserélni, mert télen átázik. És amikor leszették, akkor kiderült, hogy nem is kívülről omlik a cserép, hanem belülről az alsó része egy porlad. Tehát az igazán megérett a cserére, nem cseréppel lett lefedve, hanem a lindább fedéssel. Amit el tudok mondani, hogy mind a két óvodánál mezőberényi vállalkozók végzik a munkát, ők a fővállalkozók, a kivitelezők.
Hogy meg mennyi alvállalkozót alkalmaznak, ez egy másik kérdés, és hogy azok mezőbeliek vagy sem. De amit mi többletforrásként biztosítottunk a benti tetőnek a rendbetételéhez, az biztos, hogy mezőbelényi vállalkozó végezte el azt a munkát. Most így eljutott eszembe, hogy a Luther téri iskolaépületnek a felújítása, az hogy áll? Egy picit olyan területre mennék még, ami vélhetőleg gyorsabban vagy hamarabb elindul, ez a bölcsöde. A bölcsödénél még egy műszaki számításos történet van, ami még mindig nincs rendben. Ez a napelemekkel kapcsolatos. Amennyiben ez megvan, utána rögtön tudjuk a közbeszerzést kiírni, meghívni a kivitelezésre a vállalkozókat. Ezt úgy gondolom, hogy a jövő évben tudják majd befejezni. Lehet, hogy itt is olyat választanak, hogy az idei évben még valamit elkészíteni, ami technológia szempontból is fontos lenne, de igazándiból a következő évben tudják befejezni. Ugye ott egy új szárny fog létesülni. Egy új szárny létesül, igen, 14 gyermeknek a fogadására alkalmas, tehát a mostani 4 csoportszoba mellé még egy 5. is építünk. Vélhetőleg ezzel jól megközelítjük azt, hogy a keletkező igényeket el tudjuk látni, ki tudjuk elégíteni a bölcsödénkben. A másik a Luther téri iskolaépület, amit mondtál, 1 év, 2 hónap után tegnap eljutottunk odáig, hogy megérkezett a szerződés, a támogatási szerződés, amivel most ki kell javítanunk 1-2 dolgot, adószámunkat be kell írni pontosan, hogy akkor kik vagyunk mi, a kapcsolattartó személyét, meg egyebeket be kell írni, és utána azt a munkát is elindíthatjuk. Ott nincs előzetes közbeszerzés, nem volt, sőt azt gondolom, hogy a korábban még az előző testület által hozott döntést is felül kell vizsgálnunk, ahol az előző testület még megnevezte, hogy kiket hívunk meg kivitelezőnek, ezt is szerintem felül kell vizsgálnunk, tehát várhatóan augusztusi testületülésen, legkésőbb szeptemberi testületülésen ez is napirend lesz, hogy ennek a közbeszerzéséhez, a kivitelezéshez hogy fogjuk kiválasztani majd azt a reménybelit, aki meg tudja oldani a feladatot. Olyan sok mindenről tudnál a kérdezni, de most már tényleg fejezem. Majd egy következő alkalommal, meg hát ha feljön majd a testületén is, és akkor ott szó lesz róla. Van-e még valami, amit mindenképpen szeretnél elmondani, megosztani a nézőkkel, mielőtt elbúcsúzunk? Igazándiból azt mondom, hogy azok a beruházásaink, amik eddig megvalósultak mezőberényben, azok jó úton haladnak a használat, illetve a belakás tekintetében. Kettőt említenék csak, az egyik a hosszú tó mellett a sportpark. Minden nap látok fiatalokat, még rossz időben is használják, nagyon örülök neki. A másik az ipari terület. Sokat kapunk amiatt, hogy nincs ott semmi. Hát mert nem olyan egyszerű ez, hogy építési engedélyt szerezni. Ez is a napokban dőlt el. Az egyik betelepülő vállalkozásnak megérkezett az építési engedélye. Innentől kezdve szabad utat kapott arra, hogy ő ott elkezdje a munkálatokat. Már végre látványos lesz ott valami. Reméljük. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor hát koronavírusmentes ünnepeket kívánok. Köszönöm a lehetőséget, és a jó kívánságokat mindenki felé tolmácsoljuk. Köszönöm szépen.